A megye önkormányzata, terület és településfejlesztési operatív programja összesen 92 milliárd forintos forrásból gazdálkodik. Ebből a megye több mint 200 települése részesülhetett, Papos önkormányzata 52 millió forintot nyert. Ebből valósul meg 2018-ban a paposi helyi termékek piaca. Nem csak Paposon, más településeken is fontosnak tartották, hogy a helyi termékek piacra jutásának elősegítése érdekében hozzanak létre piacot, esetleg egy kisebb feldolgozóüzemet. Ezt láthatjuk itt most Paposon, hiszen egy épületben megvalósul egy ilyen mini feldolgozóüzem, ami ezeknek a termékeknek a piacra jutását konyhai állapotban az igényeknek megfelelően hozzáadott értékkel. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hiszen hogyha jól megy, akkor akár főállású foglalkoztatásban, de a közfoglalkoztatásra való összetolása. Az ünnepséget a polgármester köszöntője és gyermekműsor kísérte. Az alapkő mellé egy időkapszulát helyeztek el a jövő nemzedéke számára. A piacot két helyszínen alakítják ki, az egyiken két üzlet és egy csomagolóüzem lesz, az alapkő letétel helyszínén pedig a piac épül vizesblokkkal, parkolóval és árusító pavilonokkal. Jelenleg a Paposi helyi termékek és agrárlogisztikai szolgáltatások kialakítása című toppos pályázatnak a ünnepés alapkő letétele fog most következni, amely a helyi termelők, őstermelők, mezőgazdasági vállalkozók és fiatal gazdák piacra jutását fogja majd segíteni. A megye közgyűlés alelnöke kiemelte. A piac megépülése mindenképpen javítja az emberek egészségét, és mind a termelőknek, mind a fogyasztóknak is egy olyan lehetőséget nyújt, amelyet a megye a stratégiai programjában megfogalmazott. Ha az átfogó hatásait nézzük, akkor ha megengedik, akkor mindenképpen kiemelném azt, hogy létezik a vidékfejlesztési programban egy olyan programelem, ami a rövidellátási láncoknak a fejlesztését célozza meg. Ugye itt most a terület és település fejlesztési operatív programról beszélünk, de mégse szabad elmennünk emellett, hiszen ennek a úgynevezett RELnek pontosan az a célja, hogy a termelőtől az asztalig minél rövidebb úton jusson el az adott termék, és azt hiszem, hogy pontosan az ilyen beruházások, amit Paposon is megvalósul, ugye egy helyi termelői piacról beszélünk, pontosan ezt célozza meg. A vidékfejlesztés alapvető kihívása a vidéki népesség helyben tartása, számára vonzó élettér és munkakörülmények létrehozása a helyi erőforrások átgondolt, integrált és fenntartató hasznosításával. A gazdasági potenciál mellett a vidékfejlesztés legfontosabb erőforrása az egészséges, önszerveződő helyi közösség.